egy éve kezdődött. Egy éve tettük le az alapkövét. Tardós István főpolgármestert és Tóth Józsefet a 13. kerület polgármesterét vezette körbe Fürjes Balázs kormánybiztos a most épülő dagályúszó arénában. Ez ugye a bemelegítő medence a verseny idején, 50 méteres medence, egyébként pedig az úszásoktatást fogja leginkább szolgálni. Ennek egy hidraulikával az alja megemelhető 50 cm-re, akkor is, amikor teli van vízzel, fölemelhető, és ez kitűnően alkalmas lesz az Angyalföld és a fővárosi kisiskolától. Ez egy olyan vizes világbajnokság, ahol az első világrekord a parton, a szárazföldön születik, az építőknek kell megugraniuk, végrehajtaniuk. Soha nem építettek még a világon ekkora úszoda arénát két év alatt, amiben minden benne van, az első ceruzavonás a tervezéstől, az engedélyeztetés, az alapozás, a szerkezetépítés és a teljes befejezés. Jól állunk, Istennek hála és az időjárásnak köszönjük szépen, jól állunk, jól haladunk pontosabban. Ez azonban semmiféle elbizakodottságra nem adhat okot, keményen kell dolgozni, tartjuk a határidőt és a költségeket. Tavaly márciusban Mexikó helyett ugrott be Magyarország rendezőként, hogy otthont adjon a 2017-es vizes világbajnokságnak. A dagályúszó aréna építése az épület 28 000 négyzetméterével, 50 méteres magasságával 5000 embernek ad munkát. Az épület mostanra teljesen szerkezetkész. Február közepén rákerült a 2400 tonnás, önmagában egy szabadságkinyitető szerkezet. Továbbá beépítettek 15 versenymedencényi beton és további két lánchídnyi acélt. Az épületbe Budapest-Belgrád távolságnyi elektromos vezeték került. Fenntartható fejlődés, környezettudatosság és újrahasznosítás, ezek kulcsfogalmak, kulcskövetelmények voltak a tervezésnél. Itt épül egy 10 000-es ideiglenes lelátó, 5 000-es fix állandó lelátója lesz az úszóarénának, és a verseny idejére, a világbajnokság idejére plusz 10 000-es ideiglenes lelátó. Ezt az ideiglenes lelátót úgy terveztük meg, hogy a lelátóból P plusz R parkoló szerkezetek építhetőek Budapesten, bármilyen helyszínen. Az ideiglenes lelátó szigetelő anyagaiból állandó szigetelést kaphatnak felújításra szoruló intézmények, iskolák, bölcsödék, kórházak, bármilyen rászoruló intézmény, és a vizes blokk kiszolgálását is mobil vizes blokkokkal oldottuk meg, amelyek Budapesten a különböző rendezvényeken, fesztiválokon állandóan felhasználásra kerülnek, tehát teljes egészében újra hasznosítjuk az ideiglenes lelátót az itt a helyszínen történő elbontás után. A beruházás a városfejlesztési program része. A dagály környezete is megújul az építkezés során, a területen elkészített árvízvédelmi gát pedig 1 kilométer hosszan védi majd a város ezen szakaszát. A VB után az úszodát a nagy közönség is használhatja majd. Az edzőmedence változtatható mélységű, így ideális tanúszodája lesz a gyerekeknek, de itt lesz az edzőbázisa a hazai úszó- és vízilabda sportnak is.